Kiengedték tegnap az előzetesből a Dunai katasztrófa egyetlen gyanúsítottját, a Viking szállodahajó kapitányát. Ügyvédje szerint a férfi még mindig a történtek hatása alatt van, de vitatja felelősségét. Közben az ügyészség a döntés után azt fontolgatja, hogy a kúriához fordulnak. Mutatunk egy rövid összefoglalót, utána pedig Gulyás Krisztiánnal folytatjuk, aki a tragikus körülmények között elhunyt hajós kapitány hozzátartozóit képviseli. Fél egy után nem sokkal engedték ki a fővárosi büntetés végrehajtási intézetből az ukrán hajós kapitányt. A Viking kapitánya jelenleg egy budapesti lakásban van. Nem hagyhatja el a várost, nyomkövetőt kell viselnie, és hetente kétszer jelentkeznie kell a rendőrségen. Ügyvédje a baleset körülményeiről és a nyomozás részleteiről nem akart beszélni, de újságírói kérdésre néhány szót mondott a kapitány telefonjáról letörölt adatokról. Az ezzel kapcsolatos szakértői vélemény úgy fogalmaz, hogy nem határozható meg pontosan semmilyen időpont a körben. Az ügyészség szerint viszont a kapitány telefonjáról eltűnt adatok a bizonyítás veszélyeztetését jelentik. Ezt a törvényszéknek is jelezték korábban, a megszületett végzésben azonban meg sem említik. A szállodahajó kapitánya a hajóbaleset egyetlen gyanúsítottja. Az ukrán férfit halálos tömegszerencsétlenséget okozó vízi közlekedés veszélyeztetésével gyanúsítják. Gulyás Krisztián ügyvéd, tehát a vendégünk. Jó reggelt kívánok, üdvözlöm. Jó reggelt kívánok. Ezt a történést, hogy az ukrán hajós kapitányt szabadlábra engedték, ezt az ő ügyvédje, tehát az ukrán kapitánynak az ügyvédje úgy értékelt, hogy szakmai szempontból egy példaértékű döntés, gondolom nem feltétlenül vannak önök azonos állásponton. Valójában ön szerint az, hogy szabadlábra engedték őt, mennyire befolyásolhatja az egész ügymenetet? Ténylegesen veszélyeztetheti-e azt, hogy hogyan zajlik az ügy, és milyen kifolyása lesz? Amit az ukrán hajós kapitány ügyvédje elmondott, az igaz. Ez valóban egy példaérték nélküli döntés a bíróság részéről. Tegnap már több helyen kifejtettem ebbéli véleményemet, hogy a korábbi joggyakorlatával ellentétesen ment a bíróság, ugyanis más ennél jóval kevésbé fajsúlyos ügyekben sokkal drasztikusabb módú kényszerintézkedéseket szokott alkalmazni. Itt egy fajsúlyos bűncselekményről beszélünk, és ehhez képest egy nagyon-nagyon enyhe kényszerítő eszközt alkalmazott az ukrán hajós kapitánnyal szemben, úgyhogy igaza volt az ügyvédnek, valóban példaérték nélküli, és egyébként ritkán mondok ilyet, de egyetértek az ügyészséggel, igen, el kell menni ezzel az ügyel a kúriára. Ezt nem szabad annyiban hagyni. Van annak bármilyen konkrét, kézzelfogható, megérthető indoklása, hogy miért helyezték most őt szabadlábra? Én nem olvastam a bíróság döntését és az indokolását, hogy mivel indokolta a bíróság ezen döntését. Nyilván meg kell, hogy indokolja, hogy miért döntött úgy. Ezek az iratok nem állnak a rendelkezésemre. Ezen a borzalmas tragédiával kapcsolatban nyilvánvalóan, ha már ez a tragédia megtörtént, nagyon fontos, hogy ennek a felelősét megtalálják. Na most ezt ugye egyelőre, amennyit látunk, több dolog veszélyeztetheti azt, hogy tényleg meg lesz-e a felelős, és az egyik ilyen nagyon fontos kérdés az ugye a Viking hajónak a kérdése, hogy hogyan engedhették tovább ezt a hajót. Magyar György konkrétan úgy fogalmazott, hogy ezt még szerint a bűnpártolás gyanúját is felveti, hogy tovább engedték ezt a hajót. Erről a kérdésről ön mit gondol? Én minden tekintetben egyetértek Magyar Györggyel. Ha másfél héttel korábban teszik fel nekem ezt a kérdést, és vetik fel ezt a problematikát, akkor nem biztos, hogy ez a véleményem, de a mai nappal, ahogy én már benne vagyok az ügyben, túlságosan korán lett ez a hajó elengedve. Én úgy gondolom, hogy nem végeztek el rajta mindenféle teljes körű feltárást a nyomorúzítés tekintetében. Ezt erősíti az is, hogy amikor ez a hajó visszatért Visegrádra, akkor a hatóság ismét felment erre a hajóra, nyomokat keresve. Mi következik, és találtak is, mi következik ebből? Valószínűleg, hogy akkor, amikor a baleset történt, akkor nem volt ez a dokumentáció teljes körűen elvégezve. Szerintem ezt a hajót ki kellett volna emelni, meg kellett volna vizsgálni, hogy alul milyen sérülések vannak. Nehogy Isten mondjuk, nehogy mondjuk valami emberi maradványok nyomát is találják. Ezt ugye máig nem nézték meg a hajónak az alját, hiszen ki sem emelték egyébként a hajót. Azt mondta most, hogy a második rendőrségi szemle során találtak is valamit. Mi az, amit találtak konkrétan? Nekem erről még nincs információm. Mert hogy eddig még nem hallottunk, hogy találtak volna valami olyan dolgot, amit az előző szemlénél nem. Nincs róla információ még.
erről nincsen információja. Másik nagyon fontos kérdés lehet, ami ugyancsak, tehát nagyon fura, hogy ennyire különböző módon ítélik meg a hatóságok. Ugye az ukrán hajós kapitánynak a mobiltelefonja, amelyről állítólagosan törölt adatokat, erről ugyancsak ugye az ő ügyvédje azt mondja, hogy ez egyáltalán nem bizonyított, hogy tényleg bármit törölt volna a védence. Erről ön mit tud konkrétan? Konkrétumok nem állnak a rendelkezésemre, de ha valóban igaz, hogy egyébként a mobiltelefonról adatokat törölt, nyilván okkal törölhetett, tehát nem arról volt szó, hogy véletlenül tévesen elküldött valakinek mondjuk egy SMS-t, és rájött, hogy ezt nem annak az embernek kellett volna, akkor ez összefüggésben áll a büntetőeljárásról szóló törvény 276-os paragrafus második bekezdés B pontjában foglaltakkal, ami pontosan a büntetőeljárás sikerének a sikerével függ össze, és a bizonyítékok meglétével, illetve a bizonyítékok eltusolásával. Tehát amikor egy kényszerintézkedést alkalmaz a bíróság, akkor vizsgálnia kell azt is, hogy a gyanúsított mondjuk nem kísérli-e meg meghiúsítani a büntetőeljárást, többek között pont azzal, hogy bizonyítékokat tesz elérhetetlenné. Összességében véve, ha megnézzük az eseményeket, a mentés maga például tényleg mindenki dicséri, hogy nagyon-nagyon szakszerűen történt, és tényleg mindent megtettek a mentés érdekében. Ezzel szemben a jogi része már közel nem ennyire egyértelmű. Ezek szakmai hibák, amik történhettek, még ha nem is mindegyikről bizonyosodik be, hogy nehezíti az ügy feltárását, de ezek szakmai hibák, vagy nem is tudom, hogy mi lehet a háttérben, annyira nehéz ezt elképzelni, mert tényleg mindenkinek az jut az eszébe, van egy közlekedési baleset, okoztam egy balesetet, akkor az én ismerősöm sehova nem fogja vinni onnan az én autómat. Tehát értelmezhetetlen. Ez így van. Valóban a helyzet jogi kezelése elválik attól, hogy a mentés az nagyon profi módon zajlott, le a kalappal azok előtt, az emberek előtt, akik ebben részt vettek. Főleg a búvárok, elképesztő. Ugyanakkor viszont, amit én is saját magam tapasztaltam a múlt hét szombat óta, többek között, hogy nem értesítettek hivatalosan arról, hogy hát azonosítanunk kellene. Nem kaptunk értesítést hivatalosan arról, hogy megtörténik a kiemelés, nehogy Isten kiemelték a hajót, ott találtak valamit, valakit. Akkor azt mondom, hogy igen, a jogi része, az már kevésbé működik olyan profin. Nem tudom eldönteni, hogy túl nagy nyomás a hatóságon, és túl sok mindent akar egyszer elvégezni, amit nem lehet. Esetleg vannak dolgok, amikkel nem akarnak foglalkozni, vagy nem érdekli őket, többek között például én is az ügyfelem értesítése, akár az azonosítás. Minek kellett volna önöket értesíteni a kiemelésről, hogy megnézhetik a hajót, hogy az azonosítást elvégezhetik? Én a meghatalmazásomat eljuttattam a TEK felé, pont azért, mert a mentést ők végezték, eljuttattam a BRFK felé is, hiszen az ügy gazdája az a BRFK. Hát nyilván úgy gondolom, hogy a rendőrségnek mindenképpen kellett volna értesítenie minket. Ettől függetlenül mi ott voltunk. De nyilvánvalóan az nem mindegy, hogy megvolt a hivatalos értesítés. Kérdezték a BRFK-t, hogy például miért nem értesítették önöket? Nagyon-nagyon korlátozott még a kommunikáció. Amikor én először végre tudtam a rendőrségen érdemben bárkivel beszélni, akkor éreztem ezt a problémámat, hogy hiányolom a kommunikációt, és hogy nem kérek sokat, csak azt a picit tegyék meg. El kell mondanom a nézőknek mindenképpen, hogy az ön által képviselt család határozott kérése volt, hogy ne beszéljünk arról, hogy ők hogyan élik meg ezt a tragédiát érzelmileg, mert ők most erről nem szeretnének, ezért nem is fogom természetesen feszegetni ezt a kérdést. Annyit azért mindenképp kérdeznék, hogy amikor látták, hogy szabad lábra engedik az ukrán hajós kapitányt, akkor önnek mondtak-e valamit ezzel kapcsolatban? Én alapvetően a napi kapcsolatot a kapitány lányával tartom, és nyilván nem egy jogvégzett ember, úgyhogy nem tudja, hogy ilyen esetben mit lehet és mit nem, úgyhogy picit elmagyaráztam neki, hogy azért milyen fokozatok vannak ebben, de ő ezt úgy éli meg, hogy mindegy, hogy most az ukrán hajós kapitány letartóztatásba kerül, x év börtön kap, az ő édesapját semmi nem fogja visszahozni, meg nyilván a többi elhunytat sem. De ő ebből az aspektusból közelíti meg, és így éli meg ezt az egészet. De a szabadlábraengedés felháborította, vagy tényleg úgy van vele, hogy tulajdonképpen neki mindegy már, hogy mi lesz a büntetés, mert ő elveszítette az édesapját? Hát ennyire konkrétan nem mentünk bele, ő elszólta, hogy az édesapját semmi nem fogja visszahozni.
Még egy gyors kérdés, engedjen meg, ugye a hableány tulajdonló cég felajánlotta, hogy esetleg hajós temetés legyen. Erre várják a családnak a válaszát, a két családnak a válaszát. Erről tud-e valamit, hogy hogyan áll a család ez a kérdéshez? Nem tudok még semmit. Köszönöm szépen, hogy itt volt ma nekem. Én is köszönöm.